Szeretettel köszöntöm ismét Kis Balázs Fúnót, mert itt volt május 12-én is, és hát a szellemi átalakulás a csillagok tükrében, ezt a címet adtuk ennek a mostani beszélgetésnek. Hát azt hiszem érezzük mindannyian, hogy az átalakulás az folyik, de teljes erővel, napról napra, sőt percről percre. Én is elég érdekes dolgokat élek meg, hát kíváncsi vagyok, hogy mit mond erre Kúnó. Mert ugye múltkor te azt mondtad, hogy a saját megéléseidet szoktad megélni a blogodon, úgyhogy akkor halljuk. Most mit élsz meg? Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nagyon szépen köszönöm azt a szeretetteli fogadtatást, amit látok tükröződni a szemeitekben, a tutokon. Nagyon szépen köszönöm, hogy így itt lehetek. Nagyon jó itt lennem. Mindig szeretek idejönni Szegedre egyébként. Valahogy így úgy érzem, hogy itt mindig itt a kis fél családom az valahol itt van. Itt, nem tudom, ezt mondtam a múltkor, de most elmondom, hogy a úgymond idézőjelben a pályafutásomat, az első előadásaimat, azokat itt Szegeden kezdtem el tartani. Tehát úgy ezért a szívemnek ez mindig, és ez fontos rá. Úgyhogy mindig örülök, hogyha hívsz. Jövök szívesen máshova. Én meg örülök, ha jössz. Ez nem azt jelenti, hogy nem megyek szívesen máshova. Na, amiről szeretnék, sok dolog készültem már, aztán meglátjuk, mennyi fér bele az időnkbe a következő előadóig. Egy nagyon-nagyon fontos dolog van, amit szeretnék elmondani, ami kvázi egy jó hír, vagy nem tudom, én nem nagyon szoktam, tudjátok, ilyen pozitív-negatív dolgokat mondani, de most egy kicsit, ahogy is mondjam, ez egy ilyen nagyon jó érzés ezt tapasztalni. Ez pedig az, hogy azt lehet látni, és ezt lehet kiolvasni is a bolygók és a csillagok tükréből, hogy az a sok szellemi munka, amit az elmúlt pár évben úgy mindenki beletette a magáét, és sokszor úgy látszódott, hogy küszködünk, sokszor úgy látszódott, hogy nem mennek a dolgok, anyagilag esetleg, vagy párkapcsolatban, vagy bármilyen területen, hogy úgy akadoztak a dolgok, azt látom, hogy most hogy beértek ezek a gyümölcsök. Ugye hát a szűz csillagképben járunk, amúgy is, tehát ugye ez a beérésnek az ideje, az aratásnak az ideje, tehát tényleg beértek a gyümölcsök. Egy mondatot írtam a Csillagleső 2012 című könyvemben a mai napra, és ez annyira, én ezt ugye tavaly írtam ezt a könyvet, de ezt írtam mára, hogy a régi szokások, kapcsolatok és rögeszmék lassan lekopnak. És abszolút ezt lehet tapasztalni. Azt vettem észre, hogy egyszerűen csak varázsütésre, amilyen problémákkal idézőjelben küzdöttünk az elmúlt a nyárban, vagy most az évben, mint hogyha egy varázsütésszerűen meg tudod oldani. És nem tudod, hogy miért, nem tudod, hogy hogyan, de ami eddig úgymond, mondjuk küzdöttél esetleg a súlyaddal, hogy eddig nem tudtad megállni mondjuk, hogy ne egyél este 10-kor 5 darab, nem tudom, chipset, akkor ezt most könnyedén tudsz rá nemet mondani. És ezt bővítsük ki nyugodtan egy mindenféle dologra az életben. Ezt, ha nem láttál, nem tapasztaltátok még ezt, akkor kezdjétek ezt el figyelni, hogy minden egy picit, mint hogyha sokkal könnyedebben menne. De ez azért van, mert előtte megdolgoztunk ezért a tudásért, ezért a tapasztalásért. És nyilván ugye erről már beszéltünk rengeteget a múltkori előadásban is, hogy nyilván, hogy aki nem akarja észrevenni önmagán azokat a dolgokat, amelyeket a sors, ugye hát neki sors, az élet üzen, az nyilván ezeket nem fogja észrevenni, de aki spirituális útkereső vagy, hidd el, hogy minden itt van egy karnyújtásnál, és egyre közelebb van. És tudjátok, egyre közelebb van 2012. december 21-e, ugye hát ez sok minden tévhit vagy hit van ekkor építve. Ez pusztán ezt nem tudom mondani a múltkori előadáson. Beszéltél róla, de abszolút elmondhatod, mert nem biztos, hogy most olyanok vannak, jó, akik múltban. A lényegét, az eszenciáját elmondom, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy most az a fajta, ez egy fordulópont lesz. Tehát nem lesz vége semminek, hanem egy szinten vége is lesz, de nyilván ez egy fordulópont. Tehát a fordulópont olyan, amikor ugye átbillenünk egyikből a másikba. Az valahol igen egy váltás, egy fordulópont. És hogy egyre jobban ehhez közeledünk, csak vedd észre, nincs más dolgunk tulajdonképpen itt egészen októberben észrevenni azt, hogy változunk, és hogy minden itt van egy karnyújtásnál, hogy amit eddig úgymond szellemileg te beleraktad magad, spirituálisan gyógyítottál, meditáltál, vagy gondolkodtál, olvastál, fejlesztetted magad, dolgoztál a lelkeden úgymond, az most sokkal-sokkal könnyedebben itt van és érezhető.
És most ez a szeptember, ezt még húzzuk ki egy kicsit. Októberben lesz egy, be fog indulni nagyon erőteljes változás, azt majd mindjárt elmondom, hogy hogyan. Októberben be fog indulni egy erőteljes változás, és novemberben pedig kvázi robbanásszerűen ott lesznek azok az energiák, amelyekre úgy annyira vágytunk. Ez nem azt jelenti, amit el szoktam mondani, hogy a világban tényleg önként lemondanak a bankigazgatók, és mindenki ugye elajándékozza a pénzét. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy a hétköznapi ember, mint a hétköznapi ember világában egyszerűen sokkal jobban kézzelfoghatóbb lesz, tapasztalhatóbb lesz a szeretet, ha te ezt választod. És nagyon erős elhatárolódás lesz most már azért, hogy aki szeretetben szeretne élni és tapasztalni, és elfogadásban, akkor az olyan emberekkel fog most már egyre jobban találkozni, akik ebben szeretnének élni. Tehát azt is mondhatnám egyébként, hogy egy kicsit most, ugye szeptember végén, októberben egyfajta égi védelem alatt fogunk állni. Nem jó szó az égi védelem, inkább az angyalok segítő keze sokkal könnyebben lesz megfogható. És ugye amikor... Ugye miről szóltam? Benne vagy ennyit beszélek? Majd szólj, ha kérdezni szeretnél. De hát mi téged akarunk hallgatni, jó. Mert engem már szerintem egy pár szó már itt hallottam. Kérdez nyugodtan, hogy tulajdonképpen amiről beszélünk ez a Maja naptár, nem tudom, hallottatok-e a fotonövről, hogy belelépünk ugye nagyon erőteljesen a fotonövbe, ez azt jelenti, hogy mindaz a valóság, amit ott eddig a szívünkben nagyon mélyen őriztünk évszázadokon, évezredeken keresztül ugye a sötét középkorban, a sötét világban, a felvilágosodás korában, hogy belül a spirituális ember őrizte azt a magot, hogy többek vagyunk, mint a látható világ, mint az akatoló vonatok, többek vagyunk, mint a tőzsde, meg a híradóban olvasható hírek, hogy valahol mégis az ember egy szerető, egy olyan lény, aki tud szeretni, tud elfogadni, és többre képes, mint annál, ahova a világunk most eljutott. És hogy ezt a kincset tulajdonképpen őrizte mindenki magában. És most, ahogy mondtam, ezt tulajdonképpen kihajtott. Most itt van ez megtapasztalható. És hogyha amikor készültem erre az előadásra, akkor azt az üzenetet kaptam, hogy egy üzenetet kell nagyon-nagyon átadnom, mindenképpen, hogy kezdjél egy kicsit jobban bízni, kezdjél egy kicsit jobban hinni, és merd jobban észrevenni a dolgokat az életedben, tehát merd nyugodtan nagyobban gondolni, spirituálisan. És úgy képzeld el, mintha angyalok serege állna azért sorba, hogy te csak annyit mondj, hogy ó, kedves Istenem vagy, ó, belső bénem vagy, ó, bárkit, akit te tisztelsz és szeretsz, kérek, ezt most oldjuk meg együtt, segíts nekem. És hogyha ez egy olyan dolog, hogy nem egy könyör, nem úgy értem, hogy könyörgés, hogy majd helyetted megoldja, hanem hogy vezesse a kezedet, és hallgatsz egyre jobban az is a belső sugallatokra, elképesztő dolgokra leszel képes, elképesztő dolgokra. És ez a mai napom, hogy itt vagyok, ez az üzenete, hogy merj nyugodtan kinyílni egyre jobban, és egyre jobban merj nyugodtan változni abban a tekintetben, hogy mert azt hiszed azért, mert régen mondjuk te 10-20 éve küzdködsz mondjuk egy problémával, egy lelki, vagy egy akár egy testi problémával, az nem azt jelenti, hogy az neked még azzal még küzdened kell. Merj nyugodtan változtatni, és hidd el, hogy én olyan csodákat látok, kvázi nap mint nap, ugye én sok-sok emberrel találkozom, nagyon sok csodát látok az embereken is, és akinek az élete úgymond forduláspontszerűen minden hirtelen megoldódik, azoknál egyetlen egy titok van, hogy egyszerűen nem kezd aggódni, és elkezdi csinálni, és hisz, és bízik, és nem gondolkodik. És erről fogok majd nagyjából főleg beszélni, majd emlékeztesen létszik, beszélni meg. Tehát, hogy nem gondolkodik, nem agyal a problémákon. És ahogy ezt látom, hogy ez kikapcsolja az agyát, illetve egy más módba állítja, inkább nem jó szó kikapcsolni nem lehet, átalakítja, akkor azt lehet látni, hogy mindenkinek elkezd hihetetlen módon beindulni az élete. Mert egy példát gyorsan elmesélek, így most írt egy hölgy, hogy együtt járt hozzám, nem szeretem ezt a szót, abban az iskolában járt, ahol én sokat beszéltem. És mondta, hogy egyszerűen eljutott oda az élete, hogy a férje elhagyta, nem tudták eladni a házat. Tudjátok, ezek ilyen ismerős dolgok. És egyszerűen azt mondta, hogy na most már elkezdi csinálni azt, amit tanult, elkezdett nem gondolkodni, lerakta úgymond lelkileg ezeket a terheket, azt mondta, hogy most már kész, elegem van, nem gondolkodik, nem adja ezen többet, majd lesz, ahogy lesz, úgymond föladta. Egy nap alatt eladták a házat, és új állást kapott.
És akkor meg, amikor mondom neked, hogy ez csoda, ez nem csoda, ez egy teljesen hétköznapi dolog. Ezt hívhatjuk csodának is, de nem az. Az univerzum válaszol rád. És ha te azt mondod, hogy én igenis, én változhatni szeretnék, nem tudom, hogy hogyan, nem tudom, hogy mi, azt tudom, hogy nem szeretnék többet lelki, szellemi, fizikai nyomorúságban élni, hogy én igenis szeretném megnyilvánítani azt, hogy az Isten gyermeke vagyok, vagy a Teremtő, a Forrás gyermeke vagyok, és akkor az univerzum minden szegletében ezt vissza fogja neked mutatni. De ha kis hited van, kis hitű vagy, ugye kis hited van, tehát nincs hited, akkor nem fog. És ugye most fog a 10.-4. a Jupiter retrográdba, hátra a mozgásba fordulni. Ez azt jelenti, hogy Jupiter a hitnek a szimbóluma. Tehát, hogy ebben az időszakban nagyon erőteljesen elő fog jönni a hit próbája. És hogy te hited próbára lesz téve, hogy tudod-e, tudsz-e hit lenni, hinni magadban, vagy pedig kis hitű leszel önmagad irányába, az nem lesz hited. És hogyha lesz, akkor ez a csodának, amit most úgy hívunk, hogy csoda vagy véletlen, ezek kvázi hétköznapivá fognak válni az életedben, és ez nem egy valami spiri szöveg, hogy neked ezt keményen kell dolgoznod, majd 5-10 év alatt eléred, nem. Ez most van, most, itt ebben a pillanatban. Tehát ezért nem kell semmit csinálnod, csak annyi, hogy kvázi, mint egy régi köntöst, azt mondod, hogy köszönöm szépen, ezt nem akarom tovább cipelni, ezt a terhet. Büntetheted magad, ha szeretnéd, még cipelheted, de ha nem, akkor nyugodtan leveheted, és ez itt most, itt, ahogy itt ülsz, döntesz, szeretnék is. Ne kezdj el agyalni, hogy hogyan, meg hogy mit fognak majd gondolni. Huma, láttam, hogy rakjátok le, nagyon jók vagytok. Nagyon jó, egy-kettőtöknek sikerült is, nagyon szuper. Legalábbis én azt látom, lehet, hogy rosszul. Szóval ez nagyon jó, működik. És nem kell el semmit csinálni. Semmit. Csak annyi, hogy hiszel, és működik. És ez az, ami itt van. Ez az, ami üzenetet nekem mondta. Minden. Hogy kaptam, hogy igen, hogy hinni, ez a hit, ez fura szó, de ti már tudjátok, hogy kell értelmezni, hogy bízol, csinálod a dolgodat, amit te vagy, nem törsz le a kihívásokon, hanem hagyod, hogy megerősítsenek téged, és csinálni, és ez itt van, kézzelfogható most már a gyümölcs ennek. Akkor az, amíg veszel levegőt, addig én csak arra szeretnék utalni, hogy ugye olyan sok minden történik itt körülöttünk, és mindig azt halljuk, hogy mondják minden oldalról, hogy most már tenni kell, tenni. De sokan nem biztos, hogy értik, hogy itt milyen tevésről van szó, hogy ugye eddig mindig okoskodtunk, meg beszélgettünk, meg mindenki, tehát verbálisan tettük a dolgainkat, és én úgy gondolom, hogy itt most már az, hogy tegyük, az konkrétan ezt jelenti, hogy gyakoroljuk akkor ezt a letevést, és ezt a elfogadom azt, ami van, és arra megyek, amerre a lelkem diktálja. Igen, abszolút. Tehát nem kell több, ez nem azt jelenti, hogy többet kell majd tüntetni bizonyos dolgok ellen. Igen, hát erre akartam utalni, hogy igazából a világ valószínűleg, mint eddig háború sorozata volt, akkor nem ez fogja megoldani a helyzetet, hanem az, hogyha most a szeretet útján ezt most már tesszük. Tehát éljük azt, amiről beszélünk, vagy amilyen világot szeretnénk teremteni. És akkor most. Igen. Mert ebben a pillanatban tudjuk az új világot megteremteni. Igen, mert gondoljatok bele ugye, hogy a forradalmak kora óta tulajdonképpen az ember folyamatosan tüntet. Most már ugye van Facebookot, lehet mindenféle megosztani, hogy lázongjunk, vannak oldalak, ahol te tudsz mindenfélét petíciókat kiállítani, ezt csinálja az ember 150-200 éve, és nem változott a világ semmit. Elárulom, nem fog, hiába te még többet mész az utcára, vagy még több e-mailt küldözgetsz tovább, még többet hőbörögsz a világ dolgain, nem fog a világ változni. Tehát a tegyünk az azt jelenti, hogy mindenki ugye, hát tegye le a dolgait, és önmaga változzon. És ebben az a csoda, hogy ezzel tudsz, ugye ezt tudjátok nagyon jól, ezzel tudsz a legtöbbet tenni, hogy te magad megváltoztatod, mert azt fogják látni a barátaid, hogy jé, itt volt a Julika, aki eddig nem tudom milyen hölgy volt, és most hogy megváltozott, hogy megcsinosodott, hogy milyen, nem zavarják azt, hogy problémái vannak, hanem boldog. A fele az el fog menni, hogy irigykedve meg lehülyézve, nem baj, nem foglalkozunk velük. A másik talán azt mondja, hogy figyelj, mi a titkod? És azt mondta, hogy semmi. Azt szokott mondani, hogy nem csinálok semmit, hanem élvezem az életet, és boldog vagyok, és boldog akarok lenni. És ez a nagy titok. És hogy nem és akkor itt rákanyarodhatunk most már a nem gondolkodok témára, jó? Akkor
végül is csak ezt tudom tovább görgetni, amit itt elmondtunk, hogy, és hogy ezt hogyan tudjuk tenni, szerintem, de majd Kuno kijavít, hogy fokuszáljunk azokra a pozitív dolgokra, ami előremutatóak. Tehát ugye siránkozni lehet olyan dolgokon, ami mondjuk nem sikerül, de teljesen fölösleges. Tehát én azt mondom, hogy akkor mindig jól tudom érezni magam, ha mindenben meg tudom látni azt a jót, meg azt, ami rólam szól, és ami előremutat. Tehát ilyen szinten szerintem, ha rájövök valami bennem lévő turpisságra, annak se kell föltétlenül fájdalomnak lenni, de megélhetem a fájdalmat, de az annak örülni lehet, hogy hoppá, hát akkor már ezt is le tudom tenni. Igen, azt mondtad, hogy fókuszáljunk a pozitív dolgokra, én azt mondom, hogy fókuszáljunk a negatív dolgokra, és éppen úgy, csak ne csináljunk belőle ügyet. Hát oké, észreveszed, igen, ez van, megint mondjuk féltékeny voltam, van mellett egy ilyen rossz tulajdonság, megtapasztalod, ez van, ráfókuszálsz, nem söpörjük be a takaró, vagy a, mi az a szőnyeg alá, mert akkor nem csináljuk meg a takarolását, nem csináltuk meg itt vele semmit, hanem ezt mérünk szembenézni vele. Igen, ez volt, de nem problémázunk rajta, tehát nem szenvedünk rajta, nem megyünk el mindenféle oldásokra, mert fölösleges, mert ott helyben azt mondod, igen, ez vagyok, kész, és tovább megyek, és ez az, hogy a nem agyalok. Ez az, mert hogyha te ebből problémát csinálsz, meg akarod oldani, akkor az azt jelenti, hogy elkezded növeszteni magadban. Tudod, a figyelem az olyan egy ilyen mágikus eszköz, amire figyelsz, azt az univerzum teremtő ereivel, meg a te teremtő öröddel azt kezded elnöveszteni. Ha problémára fókuszálsz, akkor tudod azt kezded elnöveszteni. Ezért nem azt jelenti, gondoltam. Igen, csak hogy ugye ennek az a hátulütője, hogy az a probléma, vagy sok baj forrása, sok baj okozója, inkább így mondom, sok szenvedés okozója, nem baj, sok szenvedés okozója az, hogy félresöpörjük a problémát, besöpörjük, és nem akarjuk meglátni. Tehát ez a pozitív gondolkodást ott lehet félreérteni, hogy csak a pozitívat akarjuk, és a negatívat nem. Ez nem vezet sehova. Hanem a negatívat is meg kell látni, de nem kell neki energiát adni, nem kell úgymond foglalkozni, hogy túl gondolkodni. Na, én erre gondoltam. Köszönöm. Na, örülök, hogy ezt letisztáztuk. Ez fontos. És ugye mondom ezt, ha nem gondolkodni, ugye erről már legalább ötször elmondtam ezt a dolgot. Ez azt jelenti, hogy eddig az elménk, ami gondolkodik, meg a problémákat kezeli, meg megcsinálja a bevásárló listát, meg kitalálja ugye az útvonalat A-ból B-be, ez egy nagyon-nagyon csodálatos eszköz. Nincs vele semmi baj. Az elmúlt civilizáció Atlantis kora óta, de nem a vége óta, hanem az eleje óta, erről szólt az emberiség, hogy az elménket, mint egy csodálatos eszközt tanuljuk meg, hogy mire jó. És megtapasztaltuk, hogy egy nagyon-nagyon sok mindenre jó, mert hogyha aki mérnök ember, az tudja mondjuk, hogy millió dolgot ki tud számolni, aki háziasszony tudja, hogy nem tudom mennyiféle étel tud kipróbálni, hogy kitalálja, hogy ezt meg azt meg amaszt tud belerakni, meg elolvas különböző szakácskönyveket, és millió más dolgot. Tehát neked a munkádhoz kell, vagy a hobbidhoz kell, egy nagyon-nagyon jó eszköz segít, beszélgetni. Többek között ez is egy nagyon jó dolog. Csak hogy itt jön egy kis turpisság, hogy az elme ezen a korszakon, kvázi ezen az evolúciós korszakon, most vagyunk egy fordulópontban, hogy ezt kinőttük. Ez ugyanolyan, mint amikor gyerekkorodban kinövöd a pelenkát. Ugye egy darabig még a pelenka egy csodálatos eszköz, én áldom azt, aki kitalálta, egyébként az eldobható pelenkát, lehet, hogy környezetszennyező, ezt tudom, de egyébként nagyon sokat segít, mint apa egyébként, hogy a kis kakát azt rendesen meg tudom. Ja, meg igen, a nedves törlőkendő, az még egy csodálatos találmány, azt amelyikor nem tudom mit csinálni. Na is használtam. Nagyon kell. Na mindegy, ugye ez egy csodálatos eszközökre képes az elme, szuper dolgokat tud létrehozni. És ahogy, mint a gyerekek ugye kinövik a pelenkát, mert már nem lesz rá szükségük, lehet, hogy nem jó példát mondok, inkább, de lehet, hogy jó példa, majd tovább csinálom. És hogy elkezdünk nőni, a mellékhességet ugyanúgy kell használnunk. De már tudatosan fogjuk használni, ugye egy irányított módon, nem akkor, amikor egy csecsemő, ugye akkor, amikor éppen jön, úgy ki is jön, hanem te már utána tudod megfelelő időben helyen működtetni. Most csak eszembe jutott a felesége, hogy idefele meg kellett állnunk. Nekem is, meg neki is. Ennyit a tudatos, ennyit a tudatos kormány. De minden jó az elme, ugye? Ki tudom számítani, hogy mikor, hol kell megállom. Na, ennyi tudom. Hogyha megent az elkép a fejemben, és nem tudtam megállni. Na, szóval tovább nősz, ugye fejlődsz.
tudatosan tudod irányítani a mellékhelyiség dolgokat, nem lesz szükséged a pelenkára, egy tudatos módon tudod kezelni. Az elme is ilyen, hogy eddig csodálatosan támogatta az emberiséget, de elkezdett valami pusz megjelenni, ami több az elménél. És az ott van mindenkiben, főleg mindenkiben ott van. Aki általában spiritualitással foglalkozik, az találkozik is vele. Hívhatjuk úgy, hogy egyfajta intuíció, sugallat, de ennél sokkal több. Én nem úgy szoktam nevezni, hogy multidimenzionális gondolkodás. Ez most, amit így szót kitaláltam rá. De a gondolkodás se jó. Szóval valami ilyesmi. Ez azt tudja, hogy te tulajdonképpen kapcsolatba kerülsz a felsőbb éneddel. Kapcsolatba kerülsz abban azzal a világgal, amit itt nem látsz az érzékszerveiddel. Túl a fizikai, tehát több dimenzióval kerülsz kapcsolatba. És onnan te információkat tudsz kvázi megérinteni. Csak hogy ez nem az elmédben történik. Ez egy nagyon-nagyon nagy túlpisság. És ezért, hogy nem az elmédben történik, ezért nem tudsz róla gondolkodni. Ez már eleve egy nagyon, ugye milyen fura dolog, hogy van benned valami, amiről nem tudsz kigondolni, és nem tudsz róla beszélni. Mondok erre egy példát. Amikor nekem mondjuk vannak intuícióim, megérintek egy embert, akkor megjelenik egy csomó valami bennem, információ, én nem tudom másképp mondani, amiket így érzek, és az ott megjelenik ott abban a pillanatban. És addig nem tudom, hogy pontosan mi is ez, amíg végig nem gondoltam, hogy pontosan micsoda, és utána megpróbálom megragadni. Tehát tudom, hogy ott van bennem valami, ami bennem van, és csak akkor tudom ezt kvázi értelmezni, amikor elkezdek rá gondolkodni. Akkor nagyon leszűkítem ezt. Így működik egyébként a csatornázás is, vagy channeling, nem tudom, hogy mondják ezt manapság. Hogy tulajdonképpen megjelenik a fejben, amikor egy asztrológiai képletet fejtek, ránézek egy képletre, és egyszerre képzeld el, azt nagyon szeretem és utálom is ezt az érzést, egyszerre megjelenik minden információ az adott szeméről, de minden, egy pillanatban. És akkor ott ülök vele szembe, és akkor tudod van az érzés, hogy na, azt most két órán keresztül fogom ezt elmondani. Azt az egy pillanatot, amit egy pillanat alatt megérsz, és hogy kezdek hozzá? Mert ugye ez egy egész csomag, valahol el kell kezdeni. Mert ez egy végtelen információ, vagy nincs eleje, nincs vége információ, és ugye szépen egy két órás beszélgetés alatt, ugye ezt végigmondom ezt, amit megkaptam üzenetként. Na így működik ez az elmén túli dolog. És hogy mindjárt mondom, hogy milyen asztrológiai dolog kapcsolódik hozzá. És ez az, ami az elmén túl van. Ez az, ami multidimenziónás. Ez ott van benned is. Csak hogy, ha ott van a te elméd, ami nagyon-nagyon be van arra állítva, hogy mindenen kaptol. Benyomod a tévét, ugye azon is lehet kaptolni. Mindenen lehet kaptolni, újságon, meg a szomszédnéninek az utcára, ami történt, ugye. És egy csomó mindenen, ami teljesen fölösleges. Az elméd ezen így nagyon jól elcsámcsok, nem hallja meg, nem figyelsz oda rá te, aki nem az elméd van, nem figyelsz oda arra, hogy mi van benned. Tehát amikor én azt tanácsolom nektek, hogy ne gondolkodjatok, az nem azt jelenti, hogy kapcsoljatok ki az elméd, mert ezt nem lehet. Hanem minél jobban próbáljátok nem kitalálni problémákat. Amikor megjelenik a fejbe, hogy na, a Béla majd biztos ezt és ezt fogja mondani, ez biztos és biztos úgy fog történni, mert én mindig ilyen szerencsétlen vagyok, és így tovább, ezeket vedd észre. És igen, hamar, egy kis odafigyeléssel ezeket az elmebeli gondolatokat át tudod alakítani. Egyre kevesebb lesz ilyen. Például, ha egész nap elkezdesz úgymond mantrázni, mondasz valami mantrát, akkor ezzel nagyon jó, mert az elmének adsz valami gumicsontot, ami rágódhat, még pozitív is úgymond, és elkezdesz sokkal jobban tudni figyelni befelé a mantrázások, ezért van nagyon nagy ereje, mert csöndet csinál a fejedben. Na, tömören. És akkor majd elmondom mindjárt a csillagképileg, meg asztrológiailag. Hát nem mondd el. Szóval, jön egy nagy váltás, erről már biztos hallottatok, hogy a Szaturnusz az be fog lépni 5-én, október 5-én a Skorpió jegybe. A Szaturnusz az egy nagyon fontos égítest, relatíve lassú mozgás, hogy két és fél évente vált körülbelül így jegyet. Ez relatíve ugye egy viszonylag jól érzékelhető ritmus, azért mégis egy nagy váltás jelent. És nem is ez a turpisság, hanem ő be fog lépni a Skorpió jegyében. A Skorpió jegynek az uralkodó bolygója, ez kicsit lehet, hogy sok lesz, de lassan mondom. A Skorpió jegynek az uralkodó bolygója a Plutó. A Plutó pedig a Bak jegyében áll, ahol a Bak jegyének az uralkodó bolygója a Szaturnusz. Tehát a Plutó a Szaturnusz alatt van, a Szaturnusz meg a Plutó alatt van. Ha most ezt így el akarnám mondani ezzel a váltással. Tehát
Ez egy nagyon izgalmas dolog energetikailag. Ez nagyon megdobja ennek a két égitestnek az üzenetét. Ha a Szaturnusz belépne a Skorpióba, az is nagyon izgalmas, mert egyébként el is mondom, hogy miért, azt is mindjárt elmondom, de így, hogy a Plutóval van ez a kis kombó, ahogy én szoktam mondani, ez még földobja ennek a kettőnek az üzenetét, és ez a kettő, hát ez a két nagy átalakító égitest van, mármint, hogy nem ők átalakítók, hanem ők szimbolizálják az átalakulást. A Szaturnusz, hogy belép a Skorpió jegybe, a Skorpióhoz tartozik hát az ilyen intuíció, a spiritualitásnak egy szintje, a szexualitás is ide tartozik. Hogy a Szaturnusz belép, ez azt jelenti, hogy a Szaturnusz mindig arra hívja fel a figyelmet, amire fókuszálni kell. Tehát amit úgymond ki kell művelnünk. Az elmúlt két és fél évben a mérleg jegyében járt, tehát ugye a párkapcsolati szinten biztos vagy benne, hogy mindenki hát valamit csinált, valami tutit. Ami így úgy, de lebontotta a nem valódi dolgokat, és valami valódit hozott az életébe. Ha még nem jött meg a valódi, ne arra úgy meg fog jönni, de az biztos, hogy lebomlottak azok, amelyek nem időtállóak az életedben, párkapcsolati szinten. Át kell alakítanod. Ez volt az elmúlt két és fél. És nem minden pillanat erről szól, de gyártásában. Most, hogy belép a Skorpióba, az azt jelenti, hogy amit nekünk fókuszálnunk kell, az pedig a Skorpió, és ez pedig a lelki biztonság, a lelki stabilitásnak a kiművelése. Tehát ez mit jelent? Bedobnak téged egy cápákkal teli medencébe, és ott lelkileg legyél stabil. Ez fog történni. Jó? Tehát... Október? Tudok, ez a két és fél év. Kicsit túl dramatizáltam, kicsit dramaturgiás is mentünk a dalomban. Akkor lehet, hogy nem várom az októbert. Várjad az októbert, mert ez nagyon tuti lesz. Nem jól mondtam el akkor. Nagyon-nagyon jó lesz. Nem, én csak most vitteltem. Mert erre van szükségünk. Erre van szüksége most az emberiségnek, hogy te minden körülmények között itt belül a lelkedben stabil legyél. A lélek állapotodban kimozdíthatatlan. Biztos legyél a te belső intuíciódban. Az, ugye Skorpióhoz tartozik a titokkutatás, az érzékeken túli érzékelés. Tehát mit kell kimunkálnunk két és fél év alatt, vagy mire kell figyelni nagyon? Az érzékeken túli érzékelésre, arról a fajta érzékelésre, amit az előbb kifejtettem nektek. Hívhatjuk egyszerűen simán intuíciónak, amikor figyelsz arra, hogy hoppec, hogy mi az intuíció? Ugye egyszer csak megjelenik valami, ami racionálisan nem következik, és egyszer csak jön, és az egy jó megoldás. Na ez fogja az életedben mindig a megoldást jelenteni, hogy az intuíció hallgatsz. És ez azért lesz érdekes, mert ráadásul nem csak úgy szimplán belép ez a Szaturnusz a Skorpió jegyébe, hanem pont egy Szaturnusz-Merkur együttállás fog egyszerre milyen véletlen belépni a Skorpió jegyébe, a Merkur pedig a gondolkodás, az értelem és a kommunikáció bolygója. Tehát ők ketten együtt lépnek be, az egy nagy váltást jelent. Belerakja ugye Merkur ezt a kommunikációs üzenetet is, tehát még jobban felerősödik az, hogy neked a belső kommunikációra kell figyelni. És ugye a Szaturnuszban benne van egyfajta ilyen lebontó erő is, ami nem időtállóan lebontja, tehát az elmés, ugye Merkurhoz tartozik az elmés gondolkodás, az elmés gondolkodásból is le kell fejtened mindazt, ami nem valódi, ami téged hátráltat. Ezeket a zakatoló gondolatokat, hogy úristen, mi fog történni, jaj, most biztos találkozok a rendőrrel, mert gyorsan mentem, vagy egy csomó ilyen hülyeségekkel. Ez tele van ilyennel a fejünk. Tulajdonképpen ez az egy dolog, amit tennünk érdemes, hogy ez az elmédnek ezeket a zakatoló gondolatait, ezeket így megtanuljuk átalakítani. Meg tudunk egyre jobban előhívni belül a dolgokat. Ez volt az egyik fele. Hát ez nagyon jó. De az az igazság, hogy én ezeket azért most is élem, csak gondolom, akkor jobban fog... Hát nagyon őszinte vagyok, azért én most is kerülök olyan helyzetekbe, amikor a belső egységemet utána jövök rá, hogy azért kaptam, hogy most meg tudom őrizni a hitemet, és azt, hogy én tényleg azt csinálom, amitre születtem, vagy megingatnak ebben. Nyilván előtte is volt létezett a Skorpió jegy, tehát ennek az üzenetei ott vannak benne, de reképedetben is van Skorpió. Tehát nyilván ez azt jelenti, ez egy ilyen általános dolog, hogy most túl nagyítom a dolgot, hogy ez az, ami előtérbe fog nagyon kerülni. Tehát az életbeli problémákra a megoldás, ez fogja adni, hogy te mennyire tudsz kilépni az elmédből, és mennyire tudsz az intuíció. Eddig úgy általában lehet elmondani, hogy fejlesszük ki, de most a világ nagyon durván fog változni, tehát a látható világ, a civilizáció. És ugye ez
Amikor azt látod, hogy mondjuk összeomlik a pénzvilág, ki tudja mikor, vagy össze fog elmondani, mindegy, most csak mondok valamit, vagy mondjuk beindul egy újabb háború, akkor elkezdesz-e félni, vagy lelkileg így stabil vagy, és hallgatsz az intuíciódra, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. És a Szaturnusz az, azt tudod, nem véletlenül hitták régen a nagy szerencsétlenség bolygójának, ezt ne is hallottátok meg, nem senki. Azért, mert az a küszöbőre. Tehát a, csak ott a Szaturnusz azt szimbolizálja, hogy csak akkor haladhatsz át, ha te 100%-ig tutira megcsináltad azt a leckét, úgymond. Tehát itt ez nagyon próbára lesz téve az emberiség 2,5 év alatt. Ez most ilyen, nehogy megjegyetek, mert ez egy tök jó dolog, végre használtad az intuíciódat, ennyi, mert tudod, mióta várom, és a legálisan papírom is lehet róla. És ezt tudod működtetni. Jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog lesz, ez egy áldás. Csak ha te eddig nem, azoknak az embereknek, akik ilyen papírűek, ugye a Szaturnusz kőfejűek, inkább ugye Szaturnusz-Merkur együttás, az ilyen kőfejű, aki kőfejű, az nagyon fog koppanni. De ez, ennek örülünk, mert ez tanít bennünket arra, hogy még közelebb kerüljünk a forráshoz, vagy teremtőhöz, amit fejtett szerint. És a kőfejű is fog változni? Persze, persze. Mindenki változik. Csak az fáj, kicsit jobban fog neki fájni. Ez egyéni választás kérdése. Mindenki változik, hát nem lehet az univerzumban, nincsen olyan, hogy te nem nősz föl. Ugye ilyen még nem történt. Hát semmi van, mert ezért van a rendezvény is. Mert minden megújul, meg minden változik. Minden változik. Na, lehet, hogy abszolút nem volt az a célom, hogy bárkiben is bármi icipicipi kis félelmet elültessek, nem lenne, hogy valaki ilyen is meggondolt. Ez egy nagyon-nagyon csodás jelölés. Hogy egyébként a Szaturnusz meg az angyal, tehát a szűz csillagként meg az angyali részében jár, tehát az abszolút még azt erősíti még jobban, hogy te a láthatatlan, az angyali világra helyezd a stabil erőidet. Tehát arra alapoz az életedet. Ugye eddig mire alapozza az életedet? Legyen házad, meg munkád. Hát. Nem. Legyen stabil angyali kapcsolatod. Az lesz a menő. Az fog működni. Mert abban lehet bízni. Abban lehet bízni. És azt fogja megmutatni az utat. Így van, abszolút. Igen. Tehát ez kicsit fölnagyítom a dolgokat, ahogy szoktam, de pontosan azért, hogy érezzétek, hogy ez egy áldásos időszak lesz, hiszen ha te spiri vagy, akkor végre érheted a spiritualitásodat, fogsz tapasztalni, hogyha túlzottan elszállnál, de akkor ez vissza lesz ugye hozva. De ugyanakkor, hogyha pedig még mindig az anyagi világtól félsz, akkor ezt most végre feloldhatod ezeket a félelmeidet, hogy elveszíted az anyagi dolgokat, mert nem fog számítani, mert hol a egyetlen fontos dolog lesz itt neked belül a stabil kapcsolatod. És ez, hogyha meg lesz, mint hogy mondtam, az ég mindent meg fog adni, ha te hiszel. A minden alatt nem azt értem, hogy lottó ötös, hanem azt értem minden, ami neked kell a te fejlődésedhez. És ez általában nem a lottó ötös szokott lenni, mert az lenne, akkor mindenkinek az lenne, ugye? Hát az az igazság, hogy igencsak lejár az időnk. Jó, hát ez sem nekem. Hogy mi az a nagyon fontos még, amit tudnál nekünk így útravalóul mondani? Ez nagyon tuti, igen. Azt mondtam, hogy higgyünk, tehát mindenféleképpen bízunk nagyon magunkban. És egyre jobban merjük elhinni, észrevenni az élet csodáit. És ott van tényleg egy karnyújtásnyira. És elképesztő utazás vár ránk most az ősszel. Tehát nem fogjuk, én azt érzem, hogy nem tudjuk majd hova kapni a fejünket, hogy annyira beindulnak a változások. És azt sokkal könnyebb lesz lépni, úgy értem a lépés az alatt, azt értem, hogy kilépni a régi mintákból, a hozott cipel családi berögzültségből, kilépni abból, hogy mondjuk mit hiszek, hogy mit mond a tévé, vagy mit olvasok az újságokból. Nem hiszem el azokat a dolgokat, amelyeket úgy hallomásból hallok a Jucikáról, és mindenki azt mondja róla, és hiszek inkább az én intuíciómba. Tehát, hogy sokkal jobban a világ elfog, hát egyre több lesz benne a szeretet. Na de, ha te ezt választod, nyilván, hogyha te még ugyanúgy tele vagy félelemmel, akkor ezek nagyon föl fognak erősödni. Tehát a Skorpió jegyében azért, ugye, hogy belépünk, azért az is elő fog jönni, hogyha te elkezdesz titkolózni, elrejtegetni a szőnyeg alá dolgokat, nem ezt magaddal szembenézni, akkor azok előtérbe fognak jönni. Tehát ez egy nagy lelki átalakulás időszak. És nem meséltem el a Plutó dologról, és arról még zárójelbe annyit. Egy mondatot? Egy-két mondatot, igen, hogy a Plutó az a minőségi átalakulás szimbóluma, tehát így ezzel, hogy ők ilyen cserebe éltek, ezzel nagyon nagy, még jobban
még nagyobb változásokra leszünk képesek. Elképesztő, hogy milyen változásokat lehet látni egyébként az elmát. Csak nézd végig, hogy mi történt veled az elmúlt egy év alatt, és hasonlítsd össze magad az 5 meg a 10 évvel ezelőtti énedhez képest. És ez minél nagyobbat mersz hinni, hogy mekkora vált dolgokra vagy képes. Mondok egy dolgot, és befejeztem, jó? Képzeld el azt, és ez pont ugyanez van a csillagoségre írva, mint ahogyha reinkarnálódnál. Tehát annyi a különbség, mint hogyha tényleg meghalnál, és egy új életet kezdődik, csak látszólag, te maradsz ugyanabban a testben, meg látszólag maradnak az a világi körülmények körülötted. Tehát nem kell újra fölnőni, meg végigvinni azokat a unalmas, hosszú, egyébként izgalmas éveket, hanem itt vagy te, és akarod kvázi, hát mondhatnánk azt, hogy lélekcsere, de ezt nem szeretem az kifejezést, mert ez így nem igaz, hanem te reinkarnálódhatsz, tehát átalakulhatsz, mint hogyha ugyanabban a testben egy teljesen másik tudat, aki te magad vagy, csak egy magasabb tudatosságod volt, tehát tested. És ez tőled függ, hogy ezt mennyire mered elhinni. Én nem hittem volna egyébként 2 évvel ezelőtt, hogy most, amit én gondolok magamról, hogy ezt valahogy is meg fogom tapasztalni. Elképesztő, szuper jó, nagyon jó érzés. Annyi kell hozzá, hogy bátran csinálni a dolgunkat. Úgyhogy ezt kívánom nektek, hogy higgyetek, bízzatok nagyon-nagyon magatokban, és mindenki tényleg azt, hogy azt mondjuk, hogy minden egyes, hogy mindenkit szeretünk, hogy ezt tényleg gyakoroljuk is az életben mindenkin, hogy mindenkit szeretettel fogadunk, és akkor nagy baj nem lehet. Köszönöm szépen! Köszönöm.